Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Véssétek fel a naptárba augusztus 17-ét és 18-át, mert jön az Amon Productions harmadik és idénre az utolsó nyílt napja. Lesz gonosz Swift vezetés, előfogadni Ágó Béla, valamint Szupra S. Geri, és aki jegyet vesz erre a rendezvényre, az automatikusan részt vesz a Swift Sport nyereményjátékban is. Meghívtak minket egy Mercedes sajtórendezvényre az új CLE bemutatójára. Aki otthon van a márka modelljeiben, azt tudhatja, hogy ez itt nem az új CLE, hanem még egy E-osztály kupé, abból viszont a belépő AMG változat, tehát az E53, ez ugye a két turbó sorhat, vagyis hogy egy villanyturbó és egy normál turbó, és ezzel kell elmennünk egy titokzatos címre, mert hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni mai nap folyamán. Azért ilyen szép nyári napon túlélhető programnak tűnik. Sokat szoktuk ekézni a hobbi terepjárókat, és sajnos most sem tudok róla eltekinteni, ugyanis nem egy, hanem egyből két Mercedes kabriót nyírtak ki a hobbi terepjáró vásárlók, hiszen miért venne valaki egy szép nagy kupét vagy kabriót, hogyha vehet egy ilyen hobbi terepjárót. Viszont a Mercedes azt mondta, hogy ezentúl akkor nem lesz C-osztály és E-osztály kupé vagy kabrió, hanem a kettőt összevonta egy modellnek, ez lett a CLE. És érdekes az autó, mert hogyha így ránézel kívülről, akkor azt mondod, hogy hát ez inkább C, mint E, mert hogy kicsi. De nem, 4850 mm hosszú, vagyis 2 centivel hosszabb még, mint az E kupé, ellenben a beltér az meg inkább a C osztályból jött, tehát hogy ez egy nagy autó, és úgy is mozog, mint egy nagy autó, és itt nincs keresztmotor, meg ilyen egyéb modern bajálkolások, hanem Istennek tetsző módon hosszmotor van benne, és hátsó kerékhajtás, meg természetesen összkerékhajtás. Ez egy négyüléses kabrió, és egy olyasfajta négyüléses kabrió, amiben megadom azt, hogy nem csak kínzó jelleggel lehet embereket beültetni hátra, hanem mondjuk siófokig jók is vagyunk benne. De hát ugye, ha egy autót megterveznek kupénak, majd lecsapják a tetejét, akkor sokszor egy ilyen aránytalan fürdőkád lesz belőle, ebből nem, itt vannak ilyen szép krómelemek, meg felemelték itt a műanyagot, és ettől egy kicsit olyan harmonikusabb az egész. Viszont ugye itt bejön a biztonság kérdés, ugye van benne 14 légzsák, nyilván a hátsó ülés is kapott fejvédő légzsákot, ez egy nagyon érdekes feature, de ugye, hát én az E36-os BMW-ből ismerem, valakinek valószínűleg meg lesz másból is, a borulás esetén innen kipattanó pirotechnikai bukóelem, ami tulajdonképpen egy megemelkedő, mondjuk azt, hogy aktív bukókeret, nincs itt folyamatosan, hogy elrontsa a kilátást, meg a formát, meg a légellenállást, hanem hogyha az autó frontálisan ütközik, vagy a kaszni megborul, akkor kiugrik és megvédi az autó, de ne legyenek kétségeink, azért nagy valószínűséggel ez a nagy szilárdságú szélvédőkeret már önmagában is meg tudná tartani ezt az egészet. Szóval, hogy egy közel 5 méteres kabrióról beszélünk, 4 üléssel, dönthető hátsó ülésekkel, 385 liternyi csomagtartóval, hogyha ez bárkit is érdekel, de hát nyilván ez az autó nem arról szól, hanem arról, hogy tényleg mondjuk azt, hogy olyan régi világos, régi pénzes, klasszikus értelembe vett Mercedes, mindenféle csínadalatta és egyebek nélkül, csak simán egy jó autó. De motorkínálat nagyon széles, 180-ról indulunk, ez nyilván egy 2 literes turbobenzin motor, 172 lóerővel, és a motorpaletta másik vége pedig az 53 AMG. És hogy nem? Ez a derékgyártó rájött arra, hogy az emberek nem akarnak 4-hengeres C63 AMG-t venni, megdöbbentő, tényleg senki nem gondolta volna, ezért a CLE-ben rebesgetik, hogy vissza fog térni a 4 literes biturbó, nem pedig azzal a hibrid rendszerrel akarnak majd minket itt megtéveszteni. Viszont az 53 az egész biztos, hogy egy sorhat turbó, elektromos turbós rásegítéssel, és hát azért elég tisztesen arrébb megy. Ez már egy modern Mercedes belső. Én jobban szerettem az előző szériának a valódi fizikai gombokkal szerelt kormányát. Nyilván ezt is meg lehet szokni, de vezetés közben szerintem ez még inkább gátló tényező. És ahogy azt az SL-ben láttuk, ebben is dönthető a középső kijelző több fokozatban, ami ugye azért jó, mert ha besüt a nap, ami egy kabrióban viszonylag gyakori menetállapot, akkor be tudjuk olyan szögbe állítani, hogy jól lássuk. Amúgy nagyon erős a fényereje, most tényleg ilyen vakító füllet napsütésbe jöttünk, tulajdonképpen sosem volt belőle probléma.
Nem rossz ez a műanyag betét, de van egy nagyon szép szálcsiszolt fa betét, fém betétekkel, az az igazi. Ez a piros belső, pojácoság, de felvállalom, én pojáca vagyok, biztos, hogy ilyennel kérném, mert egy autónak ne csak kívül, hanem belül is legyen színe, tök jól néz ki. Nyilván van egy csomó szélterelő funkciónk, tehát ide ez, van a szélvédő keret tetején egy kibuktatható elem, amivel tudjuk befolyásolni a levegő áramlását. Hátra be tudunk építeni, itt látszik a konzolja, egy nagyobb szélterelő elemet, amivel nyitott tetővel nagyjából nulla szelet tudunk létrehozni a kabinba. Az érezhető, hogy enélkül viszont azért főleg ilyen országúti tempónál már húzatos az autó. Ami zseniális találmány, ugye most már egy jó 20 éve velünk van az Air Scarf, vagyis a meleg sál. Először talán az SLK második generációjában láttam ilyet, ott még nem annyira működött, mert ugye egy kabrióban a sál az a sál, de itt most már nagyon jó, tehát tényleg okádja az ember nyakába a meleg levegőt, az ülés maga hűtött, fűtött. Most itt azt mondta előbb a termékmenedzser, hogy hát ő 10 fok fölött már mindig kabriózik. Én az MX-öttel 0 fokban is szoktam, mert hogy egy ülésfűtéses, jó fűtéssel felszerelt autóval lehet. Felteszem, hogy ezzel, hogy fűtött üléses, Air Scarf-os, és hogy minden nagyon jó jól elhelyezettek a légből, szerintem ezzel az autóval még egy téli napon is napsütésben tök jól el lehet gurulgatni. Nyilván nagyon kényelmes, ezer irányba állítható az ülés. Ugye a klasszikus Mercedes-es gag, hogy nem az ülés oldalára teszik az ülés állító gombokat, hanem ide oldalra, mert hogy itt látod. Nem az ülés oldalán keresgélsz, hanem itt megtalálod. Ez az MBUX-nek amúgy a legfrissebb generációja. Az S-osztályban kellemes élményeim voltak vele, ebben az autóban most egy 20 perces vezetés után nem nagyon tudok róla mélyet és nagyon áthatót mondani, bízom benne, hogy majd lesz belőle tesztautó, és akkor kiderül, de az egész autótól, és ez így a beltérben is érződik, hiába a 450-es motorra 380 lóerő, nagyon távol áll a sportosság, ez inkább fölényesség, tehát ennek ereje van, mindig minden fokozatban baromi jól el tud indulni, nincs különösebben nagy hangja, de aki ebben az autóban ezeket a recsegős, üvöltős, durogós, veretős dolgokat keresi, az egy kicsit hátul a moziban, mert ez nem arról szól, arra ott az AMG. A 450-es jelzés az régen egy 4,5 literes V8-as takart volna, de azok az idők elmúltak. Ez most itt egy sorhat turbó. Fontos, hogy egy darab kettős megfúvású turbóval, ez ugye amit a BMW Twin Scrollnak hív, de ez a rendszer amúgy már a többi gyártónál használt és ismert. 381-2 lóerővel eszméletlen jól viszi az autót. Tényleg ezzel a 9 sebességes váltóval egészen durva menet dinamikája tud lenni, még így polgári kiadásban is. Tényleg ezt az autót 7-8 évvel ezelőtt AMG-nek hívták volna a teljesítménye alapján. Amúgy látszik, hogy a Mercedes hosszmotoros autóknál használt komoly modern platformja van, brutál nagy kovácsolt alumínium rúgó tornyok, meg sok egyéb más megoldás is ismerős lehet máshonnan. Most már ezekből az autókból akár dízelről, akár benzinesről beszélünk, ugye meg lehet venni 4-hengeres dízelekkel, 4-hengeres benzinesekkel, meg 6-hengeres benzinesekkel. És az AMG változatban annyi különbség van még, hogy nyilván ezen a motoron alapul, de teljesen más az egész, tehát hogy igen, motoroknál is platform stratégiáról beszélünk, de azért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy teljesen egyforma, mert nem az. Azon például kettő turbó van. Az egyik turbó egy hagyományos, amit a kipufogógázok pörgetnek föl, a másik viszont egy elektromos kompresszor, amit a 48 voltos rendszerről hajtanak meg, így tudnak a pincétől a padlásig brutál nyomatékot csinálni. 455 lóerős az az autó, és természetesen ahhoz is jár a váltóharangba integrált mild hybrid rendszer, aminek most ezeknél az autóknál most már nem 15, hanem 17 kW a teljesítménye. Tehát nyilván nem sokat jelent, hanem inkább arról van szó, hogy amikor még döglődik a turbó, akkor egy kis nyomatékkal alá tud dolgozni a rendszernek, meg azért ezek az autók, amikor nem rügyezik őket szanaszéjjel, akkor tudnak irreálisan keveset fogyasztani, tehát is ilyen 400-450 lóerő környékén sem lehetetlen egy 10 liter alatti fogyasztás, ami persze nem azért veszik ezeket az autókat, hogy kevesebbet tegyenek, mint egy Prius, de tök jó érzés, hogy nem kell állandóan tankolni járni. A fő kérdés az, hogy mit várunk egy Mercedes-től? Mert ugye vannak ezek a TikTok videók, ahol ég az autó, ég a gumi, veretnek a homokdűnéken a G63-akkal, mondjuk azt, hogy ez az új pénzes Mercedes. Viszont ez a Merci, a CLE Coupé és ez a CLE Cabrio, ez inkább a régi fajta Mercedes vásárlóknak szól.
Itt nincs hang. Ez az autó valami elképesztően csendes. Tényleg annyira finoman siklik. Én biztos vagyok benne, hogy ez a fajta hajókázás, ami most tényleg így a hídkorláthoz viszonyítva szerintem látszik is, hogy ez a fajta hajókázás egy adaptív futóművel már tökre nem kéne, hogy létezzen. De ez a Mercedeshez hozzátartozik, tehát beleprogramozzák. Ennek az autónak elől kettős keresztlengőkaros, hátul pedig multilink futóműve van, az elképzelhető legjobb, a prémium iparági standard. Lehet vele gyorsan kanyarodni, de egyszerűen nem kell vele gyorsan kanyarodni. És biztos vagyok benne, hogy a 220D-vel is egy remek autó lenne, de igazából amikor egy Mercedesbe bekerül a sorhat, az akkor van kész. És milyen szép, hogy visszatértek ehhez a motorkonfigurációhoz így 20-30 év kihagyás után. Tényleg sokszor sok videóban elmondtam már, hogy nekem a 124-es meg az E-Merci volt később a bölcsőm, abban ültem fel, és ebben az autóban hiába nem ültem modern Merciben X éve, most elképesztően otthon vagyok. Persze, most így a szélterelők nélkül van egy kis szélzaj, de nem vagyok hajlandó felpattintani, mert egyszerűen bután néz ki vele. Meg ha berakom a hátsó nagy szélterelőt, akkor nincs hátsó ülés. Ez úgyis két embernek szól. Ha beülsz egy 4-es BMW kabrióba, remek élmény, de hiába hagyod el róla az M-Sport csomagot, még akkor is feszesebb, direktebb autó ennél. Egy Audi szintén. Ez a Mercedes, ez viszont krémes. Sőt, maga a krém. És nagyon-nagyon jó bele, csak simán siklani. Nem tudom, 100-zal szabad menni itt az M0-án, jól látszik, hogy rajtam kívül ez senkit nem izgat, de valahogy ez az a ritka pillanatok egyike, amikor egyszerűen nem is akarom nyomni az autónak, mert nem akarok odaérni. Ez az utazó autónak egy ilyen egészen csodálatos élménye. Ez már ezekkel a gumikkal, nyilván nagyon jó minőségű sportgumik vannak rajta, ezzel a futóművel, ezzel a lebegéssel tényleg megszüntette a kapcsolatot közted és az út között. És ez jó. És ez jó, mert ez nem sportautó. Hiába van két ajtaja, hiába rohadt erős, ez nem sportautó. Ez egy utazó autó, ami most éppen tető nélküli. És alapesetben én ugye MX-5-tel járok, de nem szeretem a kabriókat, mert ugye ezt a különbségtételt mindig ki kell hangsúlyozni. A Roadsternek azért nincs teteje, hogy egy kicsit gyorsabban szaladjon körülötted a világ, és azt érezd már 90-nél is, hogy rohadt gyorsan mész. A kabriónak azért nincs teteje, hogy krúzolgass vele, hogy megmutass vele magad a Balatonparton, a tengerparton, Gianni fagyizója előtt, meg tudom is én hol. És nekem ez a krúzolás érzés sose jött be. Sütött nagyon a nap, meleg van, beleégek a bőrökbe. Bár ez egy olyan felületkezelésű bőr, ami állítólag 15%-kal kevesebb hőt vesz fel, hogyha megsüti a nap. Nem volt alkalmam kipróbálni. Szóval kabriózni igazából évi nagyjából 3 hónapot, reggel 1 órát, meg este 1 órát jó. Viszont hogyhogy nem, ez az autó most ebben az órában van nálam, amikor jó vele kabriózni, és úristen mennyire jó! Mindegyik CLE kabrió 15 mm-rel alacsonyabb, ugye ez a sportfutómű. 15 mm amúgy nem tűnhet soknak, de jelentős, ezzel én is szoktam mentegetőzni. De a lényeg, hogy amikor egy kaszni ekkora és lejjebb engedik 1,5 centivel, akkor az igenis nagyon látványos. Érdekes, hogy a kabrióban itt ugye van egy nagyon bonyolult tetőszerkezet, ezért elvetették a hátsó kerékkormányzást, viszont az AMG modelleknél megtartották. És ami szintén az AMG modellek jellemzője, hogy a nyomtáv elől 6, hátul 7 centivel szélesebb, az viszont rengeteg. Tehát azoknak az autóknak rendesen mintha izomzata lenne. Kíváncsi vagyok, hogyha majd megcsinálják belőle a V8 biturbót, hogy azt még szélesebbre veszik el, mert akkor az meg tényleg nagyon varacskosan fog kinézni. Érdekes kérdés amúgy, hogy kell egy ilyen autóból AMG, én összességében egy Mercedesben sokkal többre értékelem a nyugalmat, a csendet és a fölényes erőt. Az AMG az egy ilyen bohózság olyan embereknek, akik ezzel akarnak megmutatni valamit, ami máshonnan hiányzik, és nem tudom sokra értékelni. Még egy ilyen finom sorhatos túraautó azért az azt hiszem sokkal jobb. Ebben az autóban a Burmester hifi van, 710 watt, 17 hangszóró. De nem ez a lényeg, hanem a Dolby Atmo, ez egyelőre, amennyire tudom, csak az Apple zene megosztóján és egy másik platformon érhető el. Elképesztő, ahogy szól.
és nem is tudom, hogy egy nyitott autóban ez feltétlen indokolt, mert nem a hangereje, hanem az, hogy mennyire tiszta és mennyire térhatású az ember, tényleg olyan, mintha egy színpad közepén állna, és körülötte lennének a zenészek, nem pedig előtte. Viszont a kabrió az mostanra az egy olyan autó, hogy az emberek nem feltétlen vesznek kabriót azért, hogy hobbi autónak elővegyék időként, hanem teljes értékű kabriókat szeretnének. És amikor ennek az autónak becsukják a tetejét, akkor tökéletes nyilván a hang és az ajszigetelés, és akkor lehet benne normálisan zenét hallgat, tehát indokolt-e válik egy ilyen Burmester hifi. És hogyha már az árnál tartunk, ez egy 37 millió forintos autó ebben a formájában, amíg nem érkezik meg az AMG, addig ez a CLE 450 a csúcsmodell, ráadásul nyilván ugye összkerékhajtású, és ez itt egy fix nyomaték osztású összkerékhajtás, míg az AMG majd egy hátrasúlyozott összkerékhajtás lesz, ami akkor kapcsol előre nyomatékot, hogyha hátul tapadásvesztés lép fel, és nyilván mivel AMG, ezért fel is fog lépni. Egészen átható az, hogy hiába van előttem sok négyzetméter tablet, hiába vannak előttem ezek a modern, retro, avantgárd, mit tudom én milyen légbeöblők, hiába tud ez az autó szoftveresen minden eddiginél többet, mert hogy van rá TikTok meg Angry Birds. De ezen is átsüt, ami a legtöbb Mercedesen, már persze a rendes, hosszmotoros Mercedeseken jellemzően át szokott sütni, hogy lent a vas szintjén ez egy mennyire döbbenetesen jól megcsinált autó. Nyilván kipróbáltam, 130-nál 9-ben 2000-et forog. Nem veszed észre, hogy jár a motor. Komolyan szerintem mentem olyan villanyautóval, ami kultúrátlanabbul siklik, mint ez. Annyira nem érzed a motor rezgését. Tehát tényleg a sorhatos motorban a rezgések kisimítása annyira elképesztően jól sikerült, hogy... Could you repeat that, please? Bocsánat, kimondtam azt a szót, hogy Mercedes, és erre a digitális asszisztens egyből bekapcsolt. Szóval annyira jól sikerült ezeknek a rezgéseknek a kisimítása, hogy tényleg szerintem van olyan villanyautó, amelyik kultúrálatlanabbul jár ennél. Hiába na, sokat tett a márka azért az utóbbi időkben, hogy lelakja azt az imidzset, de úgy látszik, ezekben a modellekben, a rendes Mercedesekben, a nagy hosszmotoros Mercedesekben még megvan a Mercedes. Hiába tesznek rá Angry Birds-öt, TikTokot, meg állítható hajlásszögű kijelzőt, ez még egy Mercedes. És egy nagyon-nagyon jó fajta Mercedes. Imádom ezt az autót. Tényleg, talán azért, mert nem vártam tőle sokat, sőt, nem vártam tőle semmit, mert valahogy nekem ez a fajta Mercedes kabrió eddig így valahogy kimaradt, egyszerűen nem mentem ilyennel. De most, hogy így benne ülök, az év eddig legkedvesebb csalódása. És hát nyilván van tűzerő, tehát ez a 9 gangos váltó nem a leggyorsabb az iparban, de hát nem is dolga, hogy az legyen. De amikor, tudom én, elterik az a nagyjából 2 másodperc spét, és eldönti, hogy 6., 5. vagy 4. akarja rakni magát, és megtalálja a turbomotor nyomatéka, hát akkor azért nagyon király. Tényleg olyan jól, hömpölygősen, orrot égnek emelősen, ahogy egy Mercedes szokott. Nem kell ide AMG. Komolyan, mindenki megveszi az AMG-t, hogy durrogjon, csattogjon meg, hogy lássák, hogy AMG. Nem, ilyet vegyetek, ez sokkal jobb. Ez sokkal jobb ez az autó. Nem mentem még az AMG-be, biztos az is tök jó, meg tök nagyot lehet vele fordulni, de hát könyörgöm, itt ülök 2 tonnát. Ki akar 2 tonnával hegyesen fordulni? Nem, biztos nem. Mondjuk, ha megkapja a V8-at, azért az más kávéház lesz, de szerintem felesleges. Ezzel a sorhattal, ezzel az autó megérkezett. Király. És nézzétek, most itt éppen elgurulok a Mansory mellett. A Mansory az a cég, ami az IRM-ek autókat el szokta rontani. Optikailag is, meg minden egyéb szempontból.